Csak nem 560 ezer forintra emelkedett a bruttó átlagkereset idén júliusban a központi statisztikai hivatal adatai szerint. Az átlagbér így egy év alatt 74 ezer forinttal nőtt. A gazdaságfejlesztési minisztérium közleményében azt írta, az infláció csökkentésének köszönhetően egyre közelebb kerül a reálkereseti fordulat. A témát Balázs és vendége folytatja. Köszönjük szépen a szót. Comba Sándorral folytatjuk a Gazdaságfejlesztési Minisztérium foglalkoztatás politikáját felelős Jó, Jó reggelt kívánok. Jó Hát akkor klasszikusokat csak pontosan, tehát nézzük a részleteket, az adatokat illetően. Ugye júliusban 559.100 forintra emelkedett a bruttó átlagkereset. Ez azt jelenti, fordítsuk le, hogy ugye egy év alatt 74.000 forinttal, magyarul 15,2%-kal nőtt az átlagbér. Egy picit ugorjunk vissza az időben. 2010 előtti időszakhoz kérdezik képest honnan, hová jutott el a magyar foglalkoztatás? Hát fényévekre, fényévekre vagyunk tőle, ugye mind a foglalkoztatási adatokban, ugye az utolsó helyek egyikén szerepeltünk, most az első ötben vagyunk, az uniós átlagot tekintve, munkanélküliségben, és a béreket tekintve több mint háromszoros a növekedés ez alatt az időszak alatt, nem csak a minimálbér, hanem az átlagbérek tekintetében is, tehát óriási változás van. És azt kell mondjam, hogy 2013-tól töretlenül egészen 22... e vega körülig a reálkeresetek folyamatosan növekedtek Magyarországon. Ugye most van ugye ez az időszak, amikor ugye az a háború és a, a egyéb okok miatt az infláció olyan magas, hogy megeszi azokat a sajnos azt a, reál, azt a kereset növekedést, ami egyébként dinamikus, és ugye most is látjuk 15,2%-kal nőttek a keresetek hó per hó alapon. Nem ezzel van baj. Nem a, a dinamikájában van baj, ugye, mert hogy ha túlságosan, gyorsan és nagymértékben növeljük a béreket úgy, hogy nincs mögötte teljesítmény, ilyen volt Magyarországon 2010 előtt, annak súlyos következményei vannak. Tehát kellene, kell a bérnövekedés, de olyan mértékű növekedés kell, amit a gazdaság is el tud, a gazdaság szereplői is el tudnak viselni, és ugye a fogyasztásban is tudunk nőni. A fordulat nagyon kopogtat, ugye látjuk azt, hogy most már ugye ezek a júliusi adatok, mindig két hónap csúszásba vagyunk a, az adatokkal, ugye a statisztika miatt, de látjuk azt, hogy év végére egészen bizonyosan meg fog fordulni a trend, tehát néhány hónapon belül újra reálkeresett növekedés várható Magyarországon. Ez, ezért is, meg, ezért is ö, emelték ki fontos fejleményként azt, hogy júliusban a reálbértékek értéke már csak kétszázalékkal csökken? Így van, tehát gyakorlatilag ugye 15 5,2 és 17, néhány tized százalék az infláció. Az infláció folyamatosan uh, csökkenni fog, ugye a reálkeresetek pedig dinamikusan kétszámjegyű növekedést mutatnak, ilyen 15 és 17 százalék között mozognak. Ez azt jelenti, hogy jól lőtük be évelején, vagy tavaly év végén a minimálbér és a garantálbénum tárgyalásánál ugye ezt a 16-14 százalékos növekedést, ennek a dinamikája látszik uh, ugye a fölötte lévő bérekben is. Úgyhogy az a jó hír, hogy végre újra reálkeresett e, növekedést várható hó per hó alapon, és egész évet tekintve pedig én azt látom, hogy 18% körül, vagy talán egy kicsi 18% alatt lesz a, az infláció, e, és a jövő évben pedig teljesen más tollal fogunk írni, tehát az inflációt, ha sikerül leszorítanunk egy tartósan, akkor újra reálkeresett növekedés lesz Magyarországon folyamatosan. Igen, ugye a kormány azt is kiemelte itt a hogy a reálkeresett reálbérek kapcsán, a friss adatok kapcsán, hogy jön ez a bizonyos, is mondta, hogy kopogtat, reálkereseti fordulat, ez az év vége felé következhet be, és a bekövetkezhet, egy picit beszéljünk arról, hogy gyakorlati szempontból ez mit jelent. Évvége felé ugye itt most bíztunk abba, hogy esetleg októberre ez megvalósul, most inkább november látszik reálisnak. Nagyon a fordulat, októberben. Bízunk benne, tehát reméljük, hogy ez így lesz, de évvégére egyértelműen látszik, hogy ez a fordulat megvalósul, és ugye ez azt jelenti, hogy az a kétszámjegyű reálkeresett növekedés, ami a KSE adataiból minden hónapban ugye mutatkozik, az egyszer csak magasabb lesz, mint az éppen pillanatnyi infláció tehát ennek köszönhetően az utolsó hónapokban már, csak ugye az egész évet ha tekintjük, akkor nyilván azt látjuk, hogy év per év alapon hát nagyon jó esetben e, ilyen reál szinten tartás e, lesz az, ami, ami megvalósulhat, de még egyszer mondom, a kilátások azok nagyon pozitívak, tehát a következő esztendőben egészen bizonyosan újra reál növekedésről beszélhetünk. Államtitkár úr, most nézzük meg a munkaerőpiacnak egy másik fontos szeletét, a foglalkoztatottak számát. 2000 30 a kormánynak van egy olyan terve, hogy legalább félmillió fővel növeli a hazai foglalkoztatottak számát. Hogyan tervezik mindezt, és hogy látja, mennyi tartalék van még ebből a szempontból a hazai munkaerőpiacban? Hát ugye láttam, tegnap is élénk vita bontakozott ki a parlamentben, ugye ezzel az 500 ezerrel kapcsolatban szeretném fölhívni a figyelmet, hogy soha senki nem mondta azt, hogy 500 ezer vendégmunkásra van szükség Magyarországon 2030-ig. Miniszterelnök szerelők sem ezt mondta. Ő azt mondta, hogy jó esetben ennyi új munkáskézre lesz szükség. Ugye ahhoz, hogy a gazdaságot nem csak hogy szinten tartsuk, hanem növekedni legyen képes, a beruházásokat ide tudjuk vonzani. Ami be van tárazva, az nagyjából uh, úgy látszik, hogy ekkora létszámra van szükség, de hangsúlyosan hozzátettük minden egyes alkalom, és most is szeretném megerősíteni, hogy amíg van magyar munkavállaló, addig magyar munkavállalóval szeretnénk feltölteni ezt a létszámot, és nem csak mi, hanem a munkáltató is. Sokkal többe kerül egy vendégmunkás foglalkoztatása, utaztatása, szállásolása is egyébe, mint egy magyaré. Csak az a helyzet, hogyha kérdezzük a munkáltatókat, egy jelentős része azt mondja, hogy térben, időben, helyben nincs annyi magyar jelen. Itt lesz nekünk komoly feladatunk a következő időszakban, és az a jó hírem a regisztrált álláskeresőknek vagy inaktívaknak, hogy sokkal intenzívebben meg lesznek szólítva a következő időszakban, és aki tud, akar és képes dolgozni, annak munka lehetősége lesz. A hazai munkerő szeretnék tehát akkor megszólítani, és velük szeretnék elsősorban feltölteni Abszolút. az üres álláshelyeket. De ugye azt azért látjuk, hogyha egy picit körbenézünk itt a Kárpát-Medence környékén, hogy mondjuk a magyar munkaerő piacéval, nagyjából hasonló nagyságú cseh piacon is sokkal több a vendégmunkás, mint mondjuk nálunk. De ugyanez a helyzet Ausztriában is, és máshol is a környező országok közül. És azt mutatják az adatok, hogy a Magyarországon is, hogyha ilyen mértékben és ilyen ütemben, valósulnak meg beruházások, azért egy két 2-300 ezer vendégmunkásra azért uh, szükség lehet Magyarországon a következő időszakban. Így számol a kormány? Nem is? akarnék számokat mondani, mert most nagyjából azt tudom mondani, hogy olyan 300 ezer olyan embert látunk az országhatáron belül, aki elvileg munkára kész és képes állapotban lehet. Itt azért sok élethelyzet van, egészségügyi állapot, családi körülmények, tehát ez, ez egy nem egy egyik hónapra a másikra megvalósuló folyamat, de ezen fogunk dolgozni, hogy mindenki, aki tud és akar dolgozni, az Magyarországon dolgozzon. Ugye hál' Istennek megfordult a trend néhány éve, többen jönnek haza, mint amennyien kimennek külföldre. Tehát onnan is várunk plusz létszámot a következő időszakban, és csak akkor, csak ott, és csak olyan mértékben fogunk harmadik országbelit vagy vendégmunkást foglalkoztatni, ahol és amilyen mértékben, és átmenetileg ugye kettő plusz egy évig szükség lehet erre. Kétségtelen tény, ahogy említette Csehországban például ugye a Foglalkoztatott létszámot mondom, akkor több mint 4%-a foglalkoztatott létszámnak már vendégmunkás. A lengyeleknél 6%, Rengeteg nálunk ez van, jelen pillanatban 1,8%, nálunk is egyébként az ukránok a legnagyobb számban jelenlévők, de ugye itt azért az látszik, hogy az ukránoknak egy jelentős része dobbantó deszkának használ bennünket, tehát bizonyos idősávon belül túl áll, és ugye ezeket a hiátusokat nekünk mindenképpen pótolnunk kell. Államtitkár úr, köszönöm szépen. Köszönöm a, a lehetőséget!